volnából volt ezted egy erdő. Ebben az erdőben éppen ősz volt. A föld az üdegett a sárga avar, és minden kocsupasz volt. Csak a vadalmak a tetején tityegett még egy alma. De, mert az a vadalmak olyan vad volt, hogy még a szél sem merte megvágni. Ekkor arra sétált a nyúl. A nyúl felnézett a fára. Mondom, felnézett a fára. Jé, egy alma. A nyúl megpróbálta felugrani, de nem érte az almát. Jaj! A nyúl megijedt, és elszomorodott, hogy nem szerezheti meg az almát. Ekkor oda lépett a varjú. A másik szeletet a varjúnak adta, mert ő szakította le.
van jól tudós ügy, a harmadik geredet megtartottam már. A sűn a negyedik negyedet a medve mancsába nyomta. A medve nem értette, hogy ezt miért kapja. A sűn elmagyarázta neki, hogy azért, mert a medve békítette össze, és terelte vissza a helyes út fölőket. Azon kívül jól tett helyében, jót várjon, és ők szeretnének úgy cselekedni másokkal, ahogy szeretnék, hogy mások cselekedjenek vele. Tisztában van azzal is, hogy egy negyed annak, mert ennek a fél fogára sem elég, de azért egye csak meg jó ízűen, mert megérdemel. Elégedetlen halatozni kezdtek. Két mesélő és a többiek el nem szaladtak volna, őket is mind megettem volna.